A komáromi kosárlabda csapat szurkolói már nagyon várják az új bajnoki idény kezdetét. Csapatunk október 12-én kezd, amikor majd Losonc csapatát fogadja hazai pályán. A rajtelőt a felkészülési időszakban kosarasaink 9 előkészületi mérkőzésen és egy tornán élesítik formájukat a bajnokságra. Felvételeink a felkészülési sorozat 6. mérkőzésén készültek, amikor hazai pályán a magyar bajnokság második helyezettjével, a székesfehérvári Alba csapatával mérkőztek meg kosarasaink. Az igencsak komoly játékerőt képviselő vendégekkel nagyon szoros, kiegyensúlyozott mérkőzést vívott a csapatunk. A székesfehérvári gárda egyetlen pont különbséggel 81-80 arányban győzött. Az előző 5 előkészületi mérkőzést egyszer Székesfehérvár, kétszer Oroszlány, valamint Děčín és Prága csapataival szemben csapatunk megnyerte. Ezeken az előkészületi mérkőzéseken kell, hogy összerázódjon a bajnoki rajt előtt a csapat. Az előző évadhoz képest több új arc látható a keretben. Az edzői poszt is megújult. Richard Gyuris edzőnek a feladata, hogy a bajnokságra minél jobban összekovácsolja a csapatot. Ezt a célt szolgálják ezek az előkészületi mérkőzések, valamint az Alpok Adria kupában való részvétel is, ahol az első összecsapáson idehaza október 4-én a szlovén Rogoška csapata lesz az ellenfelünk.